A fertőzöttek, az elhunytak és a gyógyultak túlnyomó többsége Pest megyében van, Pest megyei volt. A stúdióban pedig üdvözlöm Szlávik Jánost, a Dél-Pesti Centrum Kórház főorvosát. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Folyamatosan nő a gyógyultak száma, ugye itt is erről beszéltünk. Ha Merkeli professzor, akinek a tudása is, meg a pozíciója is megvan hozzá, és úgy látja, hogy legyőztük ezt a járványt, akkor ön szerint ki lehet azt jelenteni, hogy a magyar kormány is az egészségügy megfékezte ezt a járványt? Ne kapkodjuk el a dolgokat még. Szóval a jelenlegi helyzet általában az elmúlt két hét járványügyi eseményeit tükrözi. Tehát meg kell várni azt, hogy a lazítást követően elteljen az a két hét, ami ugye a betegségnek a lappangás ideje, hogy következtetéseket tudjuk bevonni. De tény az, hogy jó irányban halad a járvány, az látható, hogy az esetek száma csökken, a halottak száma csökken, de nem lehet elhamarkodott következtetéseket ebből még levonni. Mert pont a fordítottja történt inkább az enyhítések után, nem, hogy inkább csökkennek az esetszámok és az elhunytak száma, és miért? Valóban én is azt tudom mondani, hogy azért én is több esetre számítottam. Tehát amikor ez a járvány elindult Magyarországon, pláne a világ másik részén, akkor talán senki nem gondolta volna, hogy megússzuk ennyivel, de hát hangsúlyozom, még nincsen vége. Tehát ezt azért még látni kell, hogy a következő napok fogják azt meghozni, hogy fog ez Magyarországon alakulni. Tehát ezért csak nem alakul ki olyan helyzet, mint Franciaországban mondjuk, nem? Tehát mi az, amit mondjuk mi jobban csináltunk, mint a franciák? Na, az biztos, hogy nem. Tehát de az egy érdekes dolog, hogy az első francia esetet már decemberben észlelték. Hát hogyha Franciaországban decemberben már ott volt a koronavírus, és mindenre csak márciusban kapták fel a fejüket, és próbáltak valamit tenni ellen, akkor volt 3 hónapja ennek a vírusnak, hogy elképesztő mértékben elterjedjen. December, január, február, március, 4. Magyarországon pedig március az elején. Irániak, ugye? Az iráni diákok, ugye ők voltak az első esetek, úgyhogy, és utána nekünk gyorsan már meg kellett hozni az intézkedéseket. Tehát itt az idő az egyik legfontosabb tényező. Sokat tanultak az eltelt mondjuk 8 hétben? Mondjuk arról, hogy ki miért fertőződik meg jobban, vagy ki miért betegszik meg jobban, és ki kevésbé? Hát ugye azt a kínai példa alapján lehetett tudni, hogy azért mik a rizikócsoportok, de azért azt, hogy kinél lesz a betegség súlyosabb, és kinél nem, azt nem tudjuk. Tehát az immunológia tudománya nem tart még ott, hogy megmondja azt, hogy miért lesz nagyon súlyos beteg mondjuk egy középkorú ember, és miért egészen enyhe tünetekkel éli túl a betegséget egy 70-80 éves ember. Na most nem ez az átlag, igen, de akkor sem tudjuk megmondani, hogy ez miért van. Ezért veszélyes a vírus, ezért félnek az emberek tőle. Mert tény az, hogy az idős, krónikusan beteg embereket veszélyezteti, és náluk súlyos a betegség lefolyása, de azért ott lebeg, hogy beteg lehet egy fiatalkorú ember, beteg lehet egy gyerek is. Ha nem is lesz súlyos, nem is kerül lélegeztetőgépre, de a veszély megvan, és ezért félünk tőle ennyire. Ha minden igaz, akkor a kormány ezekben a percekben ma délután tárgyal az enyhítésekről. Meddig kell csökkenni az esetszámnak ön szerint, vagy a véleményére lennék kíváncsi ahhoz, hogy mondjuk Pest megyét és Budapestet is ki lehessen nyitni? Nagyon nehéz a számokra mit mondani, hiszen Kínában ugye több tízezer megbetegedés után 10 alá csökkent az új esetek száma, és amikor 12 lett, vagy 18, akkor mindjárt kétségbe vannak esve. Tehát ezzel nagyon kell vigyázni, hogy az ember melyik számtól ijed meg, és melyiktől nyugszik meg. Mit tudtunk meg az egészségügy állapotáról itt a járvány kapcsán? Ugye az egészségügy tette, amit kellett, tehát megteremteni a lehetőséget, hogy koronavírusos betegeket ápoljunk. Kiválóan helyt álltak a ápolók. Akár ugye egészségügyi szinten, akár intenzív szinten. Tehát, hogy az intenzív ellátás is elegendő legyen. De nálunk tisztában látunk, hogy mennyi ágyszámra van szükség, mennyi lélegeztetőgépre van szükség, mondjuk, mint a járvány előtt? Ugye azt ki lehet számolni, hogyha egy bizonyos járványügyi helyzet van, akkor hány kórházi egy kell és hány lélegeztető készülékkel. Ha ezt az ember kiszámolja, akkor fel tud rá készülni. Én azt hiszem, hogy egyelőre ezzel jól állunk. Csak azért kérdezem, mert hogy a svédek nekifutottak, ugye sokkal alacsonyabb ágyszámmal, sokkal alacsonyabb lélegeztetőgép számmal ennek a járványnak, mint a fene gyerekek nekirontottak, és hát lám, ott van nagyjából 10-szer annyi beteg is, 10-szer annyi halálos áldozat is van. Valóban, hiszen nem hoztak szigorú intézkedéseket, de azért a svédeknek elmondták, hogy kell viselkedni, hogy kell távolságot tartani, mikor kell maszkot hordani, és azért ott az emberek úgy döntöttek, hogy bármennyire is nem kötelező valami, megpróbálnak védekezni, ők is félnek, tehát a svédek is félnek a vírustól. Tehát az, hogy nem hoztak szigorú intézkedéseket, azért az nem azt jelenti, hogy a társadalmuk védett. Hiszen ahhoz, hogy egy társadalom védett legyen, ahhoz az emberek 50-60%-ának át kell esni a betegségen. Most ettől még a svédek is nagyon messze vannak. Hát én 10-20%-ról beszélek maximum, nyáim. Ön nem félte egyetlen egyszer se, hogy elkapja a vírust? A svédeknél például az orvosok nem is öltöztek be. Hát azért...
Azért az egy kicsit túlzásnak tartom, tehát az egészségügy akkor viselkedik a legjobban, ha az egészségügyi dolgozóit védi. Tehát az nővéreket, orvosokat, ellátja védőeszközökkel, mi mindig beöltözünk be a beteghez, és próbáljuk magunkat védeni, hiszen ha mi megbetegszünk, akkor nem lesz, aki a betegeket gyógyítsa. Tehát akkor ön is tartott azért néha? Nem igazán. Nem. Tehát azért én évtizedek óta fertőző betegségekkel foglalkozom, ennél veszélyesebbekkel is, mint a koronavírus. Ennél sokkal-sokkal veszélyesebbekkel is. Tehát ha valamitől félnem kellett volna, akkor inkább azoktól féltem volna. Meg én hiszek a statisztikákban. Tehát hogyha egy betegség, egy úgymond középkorú egészséges emberre nem jelent nagy veszélyt, akkor azért annyira nem kell félni, de a védekezést fenn kell tartani, és természetesen nálam az összes dolgozó orvos és nővér betartja a szabályokat. Alacsony nálunk a Dél-Pesti Centrum Kórházban az egészségügyi dolgozók fertőzöttsége ezért. Lehet ilyen pont azért, mert hogy hozzá vannak szokva. A más statisztikákat említettem, ugye itt nagyjából az elhunytaknak az egyhatoda, egyhetede az egy budapesti szociál, a Pesti úti szociális otthonhoz kötődik. Ehhez képest a főpolgármester azt mondta, azt nyilatkozta ma, hogy a járvány elsősorban a kórházakban és a kórházakból fertőz, ráadásul az állami kórházakban gyakoribb a fertőzés, mint a szociális otthonban. Mennyire érzi igaznak és méltányosnak ezt a kijelentést? Ugye a számokból meg lehet állapítani, hogy hány idős otthonban betegedtek meg, hány kórházi fertőzés volt. Ugye ezt a járványügyi szakemberek határozzák meg. Nem hiszem, hogy több kórházi fertőzés van, vagy több idős otthon fertőzés van, mint mondjuk Olaszországban, vagy Franciaországban. Nem, hát azt mondja Karácsony Gergely, azt mondja, hogy a magyar kórházakban ból terjed a fertőzés, és nem az idős otthonokból. Ezt el tudja fogadni, ezt az állítást? Én nem tudom, hogy ebben mi az igazság. Én gondolom, hogy ennek a járványnak nem a kórházak a gócpontja. A kórházakban azért mennek az emberek, hogy meggyógyítsák őket. Önök hogy számolnak? Lesz második hullám? Van esély arra, hogy elkerüljük? Akkor inkább úgy kérdezem. Nagyon sokat beszélnek a második hullámról, de azért rendkívül bonyolult dolog. Tehát, hogyha Magyarországról mondjuk eltűnne a koronavírus, akkor ugye a következő hullám az akkor következne be, hogyha megint bekerülne, és kívül külföldről hoznák be a koronavírust. Ha úgy viselkedik, mint az influenza, tehát hogy a nyári hónapokban visszahúzódik, és az őszi hónapokban újraindul, akkor nyilván elkerülhetetlen. Itt inkább arra kell felkészülni, hogy milyen mértékű lesz ez az úgynevezett második hullám. Az, hogy lesz, abban szinte mindenki egyetért, de hogyha olyan mértékű vagy kisebb mértékű lesz, mint az első hullám volt, akkor azért nagy tragédiát nem fog okozni az országnak. De lehetséges, hogy hasonló lezárásokra lesz szükség, mint amilyen most itt tavasszal is átéltünk? Tehát majd a betegszám alakulása meg fogja mondani, és a magyarországi kiváló járványügyi szakemberek ezt meg fogják határozni. Doktor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.